Skibidibi, skip, skip, skip! Ezt most tényleg beadtam? És ez a valóság? Hát nagyon úgy néz ki, hogy igen! Szevasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legesleg újabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni. És ahogy már mindenkinek lejött, a most következő videónkban folytatni fogjuk a Skibidi WC-s történetünket. Hogyha az előző részeket esetleg nem láttad volna, mindenféleképpen pótolt be. Ugyanis akkor fogod levágni, hogy mégis mi miért történt. Ugyanis bármennyire is fura kimondani, de tényleg egy komplet és összefüggő történetünk van. Elismerésre méltó ez, hogyha emlékeztek rá, ott hagytuk abba, hogy jelenleg a kamerafejek állnak vesztésre. Hát bízzunk abban, hogy ez hamarosan meg fog változni. Na de be is teszem a fülesemet, ugyanis itt is vagyunk már a Da Fuck Boom nevezetű csatornán, amelyen meglett a 35 millió feliratkozó, mennyire beteg már. És a részeken is több 10 millió megtekintés van, ezen például 29 millió. Már nem azért, de hol van a 29 millió like ezen a videón? Hogyha még nem tetted volna, mindenféleképpen fejedd szét azt a like gombot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de jöjjön is akkor a 66. rész, ugyanis ott hagytuk abba. Ráadásul az előző videónkban felfedeztünk ilyen kis easter egget, és Da Fuck Boom megjelent. Nem is egy részben, emlékeim szerint. Fú, de el van pusztulva még mindig minden. Most is a gonoszak vezetnek. Nagyon is kapják a Skibidi WC-k. És már ilyen kamerás repülők is vannak. Tele fegyverrel. Na ennyire komoly fegyverzetük még nem nagyon volt nekik. És most kajakra a hatalmas csata kellős közepén elkezdi promózni a telós játékot. Hát na, egy kis önpromó, az sohasem árt. Fú, de kapjárról van szó! A testvérek összefognak! Én is itt elkezdek árnyékolni, hát ne vicceljetek. És menjetek már! Hát hogy megszurkották? Ők átváltoztak ninjává? Vagy mégis mi van itt? Amikor azt hinnéd, hogy nem lehet durvább a pusztítás meg a csata, de tévedsz, ugyanis lehet. Na de pörögjön is a 66. részünknek a part 2-je. Még a hátán is van fegyver. Hát nagyon fel vannak fejlődve a kamerafejek. Ugyanis az előző részünkben, látható utolsó részben megérezték, hogy itt baj lesz, hogyha nem találnak ki egy újabb taktikát. De szerencsére kitaláltak, és ismételten ők állnak most nyerésre. De hát jön is ez a Skibidi WC, és miért van kb. Ott neki? Az a fegyver! Mennyire betegen néz ki? Némi szándékosság ebben biztos volt. Hoppá, hoppá! Tapsoljuk meg őket, erről van szó, srácok. Bajnokok vagytok, és hogy lekezeltek? Na ilyet még eddig sohasem láthattunk. De hát most a 66. részben igen, hát ideje volt már, és mennyire clean kezelés volt ez. Azért sajnálom, hogy nem hallhattuk a hangját. Aha, ők ugye tudnak ott teleportálni is már. És elmenekülnek, meg lelépnek. Aha, hát mindenki kiteleportál onnan. De ő sajnálatos módon nem tudott megmenekülni. Na de mi is egy konténerbe menekültünk. És gondolom, hogy ez a brutálisan nagy tévéfej visszahozta a konténert a bázisunkra. Aha. Milyen kis tudós jelmezes. TV-fej is van. Most egy pár másodpercre megpróbáltam nem beszélni. Hát, ha lehet érteni, amit mondanak. De a saját nyelvükön beszélnek. És ebből semmit sem lehetett érteni. De mi para már, hogy már azt is hallhatjuk, hogy kommunikálnak egymással. Brutális, hogy folyamatosan részről részre mindig tartogat számunkra valami újdonságot. Fúj, mi volt ez a fegyver? Ez valami nukleáris, extra büdös cuccot lőhetett ki, vagy Mizu?
Na de vissza is térnek a hatalmas nagy bosszok. Aha, hiába van páncélod, te Skibidi WC. Ő a páncélon keresztül is tud veled végezni. De ezek a bűzfegyverek is full újak. Nagyon komoly. Na de vajon bennük megvan még a hit? Ugyanis az egyikük nagyon szomorú volt már. Aha, itt is van a főbossz, Skibidi WC. Méghozzá az öreg. És most lesz szám, a végső leszámolás. És az egésznek a vége. És le fog zárulni a háború. Hát mutatta nekünk, hogy vele nagyon is végezni akar. Hát nézzük is, ugyanis itt is van már a part 2. Nagyon is kapta azt a rakétát. De ellene már nem lesz olyan könnyű dolguk, mint a többi Skibidi WC ellen. Sikeresen beleszúrta a fejébe, vagyis pontosabban a kis beszélőkéjébe a kését. Hát olyan hirtelen történnek itt az események, hogy le se lehet szinte reagálni. És még a hangszóróból is lézernyalábokat lövöldözött ki. Hát ő aztán nagyon is készült erre az összecsapásra. Most sikeresen elkapta? De hát jött is a társa, és bevédte a nagy górét. Jól van, haladunk a pusztításban. Az a baj, hogy ő nem vett fel semmilyen védőcuccot, és szerintem most fogja azt a brutális erős fényt kibocsájtani, amely nagyon is fájni fog nekik. Aha. De nem már. Teljesen átmanipulálták az agyát, és szinte öngyilkos lesz. Na ilyet sem láthattunk még eddig itt a háborúban. Ez nagyon, de nagyon váratlan volt, és már egymással elkezdtek csatázni, hogy lehet, hogy ez a fény miatt tudták most átmanipulálni őket. A mi kamerafejünk pedig ugye rárakta a kamerájára azt a lencsét, amelynek köszönhetően rá nem hagy semmi, és így meg tudja védeni a brigádot. Ő nagyon is felkészül, de nem értem, hogy amikor már ilyen régóta tart a csata, miért nem készül fel mindenki ilyen dolgokra? És miért nem úgy indultak el, hogy mindenkinek azon a fényes cuccán rajta van ez a védő? Hát ez okozta most mindkettőjüknek a vesztét. Pedig annyira könnyen orvosolható lett volna ez az egész. De hát ők nem figyeltek erre, és ezért egymás ellen fordultak. De hányszor hittük már azt, vagyis pontosabban én, hogy meghal valamelyikük, és sohasem halt meg. Szóval lehetséges, hogy most sem fog meghalni? Hát bízunk a legeslegjobbakban, és akkor el is érkeztünk a legeslegutolsó részhez, amely jelenleg elérhető a csatornán. Hát mennyire hamar vége lesz ennek? Holott egy hónapja volt kb. Az előző ilyen videó. Na? Mert az ég is megváltozik? Vagy a Skibidi istenek most jönnek le? De miért ijednek meg? Lehetséges, hogy egy brutálisan nagy kamerafej most fog megérkezni? Ember! Hát téged mivel etetnek? És milyen durva kardja van? Hogy szétszedte? És neki? Mert a lámpája a mellkasán is teljesen más színű. Na ő akkor a fő boss, az eddigiek csak mini bossok voltak. Aha, na ez fájni fog, tesó. Hogy szétolvasztotta a fejét. És léci, a végén. Először már azt hittem, hogy a kezével így mutatni fogja nekünk, hogy jól van srácok, ne aggódjatok, minden rendben van, megoldottam. De nem, ehelyett ilyen kis aranyosan mosolyog ránk. De mennyire kis ártatlanul mosolyog ahhoz képest, hogy az előbb konkrétan mindenkivel végzett. Hát ismételten, a jók és a tévé meg kamerafejek állnak nyerésre,
mert csak az a kérdés, hogy ez vajon meddig lesz fenntartható. Na de ennyi is lett volna ez a videónk. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha bejött nektek, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Hogyha pedig még nem iratkoztál volna fel a harmadik csatornámra, vagy pedig a gameplayre, akkor mindenféleképpen tedd meg. Ugyanis ott is pörgetjük ezerre a videókat. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk. Addig is, szevasztok!